Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Paks 2. A Duna vízhozama elegendő a hűtéshez. Partner találkozó. A magyar agrárgazdaság versenyképes tud maradni. Átállás, itt az ideje a téli gumicserének. Felújítás, 28 millió forintból korszerűsítették a DNS iskola vizes blokkjait. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Minimális vízhozamnál is kellő mennyiségű víz áll rendelkezésre a paksi atomerőmű hűtéséhez, az új blokkok építésekor pedig még lejjebb telepítik a szivattyúkat, mondta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár Budapesten egy konferencián. A klímaváltozás limitálja a széntüzedésű erőműveket, ami komoly kapacitási hiányt fog okozni Európában, fejtette ki Aszódi Attila. A magyar villamos energiarendszer kapacitás hiányos állapot felé megy, új erőművekre van szükség, melynek egy fontos szelete a Paks 2. Egy tanulmány szerint az atomenergia 10%-os részesedését meg kell tartani globálisan annak érdekében, hogy a 1,5 Celsius fokos felmelegedésnél is meg lehessen állítani a folyamatot. Különböző energiahordozók egyszerre kellenek a rendszerben ahhoz, hogy a rendszer maga működőképes maradjon minden körülmények között. Az alapengedélyek közül a rendelkezésre áll a telephely engedély, a környezetvédelmi engedély, a következő nagyon fontos feladat a létesítési engedély megszerzése. A felvonulási területen megkezdődtek a munkálatok. Egyrésztről bizonyos ott lévő élőlényeknek, növényeknek, állatoknak a kimenekítése, átörökítése a jövő számára, másrésztről pedig ugye zajlik már egy transzformátorállomás építése, rendelkezésre áll két épületnek az építési engedélye, ez is el fog indulni. A Dunát illetően Aszódi Attila hangsúlyozta, még a minimális vízhozamnál is kellő mennyiségű víz jön a hűtéshez, a vízhozam tekintetében nem volt probléma. A vízállás a szivattyúk telepítése miatt fontos kérdés. Az új blokkok esetében 2 méterrel lejjebb telepítik a berendezéseket, így alacsony vízálláskor is megoldott lesz a víz kivitele. Jó ütemben halad a szexádi sportuszoda építése. A létesítmény alapkövét március végén rakták le a város családbarát strandja mellett a helyi sporttelepen. Az uszodában egy tan és egy 25x33 méteres profi vízilabda mérkőzések lejátszására is alkalmas medence kap helyet. A szakemberek hónapok óta dolgoznak a helyszínen, most arra már jól kivehetőek a majdani medencék formái is, így hamarosan elkezdődhet az eddig befejezett kivitelezési feladatok helyszíni ellenőrzés. Ezzel kapcsolatban hoztak fontos döntést most a szexádi gazdasági és pénzügyi bizottság tagjai. Gyakorlatilag ugye az alapozási munkák, tehát a földből lassan kijön az építmény, tehát időarányosan halad. 2019-ben valószínűleg a tervek szerint, ha valami rendkívüli dolog jön közben, akkor meg fog valósulni. Csak pályázati előírás, hogy ilyen tervezői ellenőrt kell választani. Most itt is annak a személye, illetve a cége kerül kijelölésre. A legjobb ajánlattevő, hál' Isten, itt volt több ajánlattevő, azzal együtt, hogy sajnos nem helybeli az ajánlattevő közül, helybeli nem jelentkezett. Az országgyűlés elfogadta a legfrissebb adócsomagot, mely egyebek mellett 8 millióról 12 millió forintra emelte az egyéni vállalkozások alanyi adómentességének értékhatárát. Ez több mint 650 ezer adózónak jelenthet könnyebbséget. A ház döntött arról is, hogy a jövőben a munkabérként adózó kafetéria juttatások értéke nem módosítsa úgy az adóalapot, hogy azzal a munkáltató rosszabbul jár. A magyar mezőgazdaság jövőbeni kilátásairól és ebben a banki szektor terveiről esett szó azon a partner találkozón, melyet a Hungária Takarék szervezett. A szakértők álláspontja szerint a föld ma az egyik legbiztosabb befektetés, és a magyar agrárgazdaság versenyképes tud maradni egyes szektoraiban, európai viszonylatban is. Körülbelül 39 ezer hektárig jutottunk, ahol a Hungária Takarék 3 évben tevékenykedő ügyfélkörre érintett mezőgazdasági szántóföldi növénytermesztésben. Azt gondolom, ez egy elég impozáns szám.
Gáspár Csaba, a pénzintézet ügyvezető igazgatója azt mondta, egy alapvetően mezőgazdasági termeléssel szakosodó vidék pénzintézeteként kiemelten fontosnak tartja, hogy a gazdaság szereplői képet kapjanak a jövő lehetőségeiről, és ehhez képest a pénzintézet stratégiájáról. Majdnem 5000 mezőgazdasággal foglalkozó társas vállalkozásnak, illetve speciális őstermelői, családi, gazdálkodói alakulatnak vagyunk a pénzügyi partnerei. Ha abból indulok ki, hogy körülbelül 7000 vállalkozói partnere van a takarékszövetkezetünknek, akkor látható, hogy abszolút meghatározó a mezőgazdasági orientáció. Nyilván itt a fő vonalat a szántóföldi növénytermesztés viszi, hiszen ma még Magyarországon ez a meghatározó ága a mezőgazdaságnak, de szép számmal találunk gyümölcstermesztéssel, illetve állattenyésztéssel, baromfi, sertés, és egyre inkább feljőbe van a hús célú marhatartással foglalkozó partnereknek a köre. Az előadó Hollósi Dávid, a Takarék Agrárigazgatóságának vezetője azt mondta, csak hosszú évek átlagában lehet a mezőgazdaságban tendenciákat megállapítani. Úgy fogalmazott, jól láthatóan a föld az egyik legbiztosabb befektetés ma Magyarországon. Megítélése szerint egyes ágazatokban a hazai mezőgazdaság versenyképes marad az Európai Unióban. Mindig is ellenfél leszünk, és azt gondolom, hogy erős ellenfelek leszünk, és már most is versenyképesek vagyunk. Azért be kell látni, hogy például kukoricabúza termesztésben komparatív előnyökkel rendelkezünk. Lényegesen jobb adottságaink vannak, mint Európa legtöbb országának. Ugye nem véletlen, hogy erre alapul egyébként a baromfi tenyésztés és a sertés tenyésztés, amit azt gondolom, hogy tradicionálisan komoly hagyományai vannak Magyarországon. A pénzintézet a hagyományos szolgáltatások mellett tervezi, hogy a jövőben tanácsadói hálózatot működtet, megőrizve ezzel azt a közvetlenséget, melyet a takarékcsoport az elmúlt közel 50 esztendőben felépített, mondta Hollósi Dávid. Az időjárás előrejelzés folyamatos a lehűlést jósol, és bár napközben még kellemes az idő, közlekedési szempontból a téli átállás idejét éljük. A rendőrség és a szakértők is állítják, fokozott balesetveszélynek teszi ki magát az, aki nem gondoskodik idejében a járműve téliesítéséről. Ismerős képek a térről. A leeső hó, a megváltozott utak nehézséget okoznak a közlekedésben, és nem csak a közutakon. Elejét lehet venni a gondoknak, ha a gépjármű megfelelően fel van készítve az időjárás okozta nehézségekre. A rendőrség azt mondja, az a tapasztalatuk, hogy az utóbbi időben óvatosabbak a vezetők a késő őszi téli hónapokban. Ennek ellenére a figyelmetlenség több esetben okozott már akár halálos balesetet is. Számos esetben fordult elő az elmúlt években, hogy emiatt halálos kimenetelű baleset is történt. Elmondható azonban, hogy az állampolgárok nagy része jobban figyel a téli időszakban arra, hogy hogyan közlekedjen. Ennek hatására a balesetek száma mégis csökken. Cserére váró gumik a szervizben. Bár a hónak még nyoma sincs, a szakember véleménye szerint a hűvös reggelek és esték miatt érdemes idejekorán átállni a téli gumikra. Azt mondja, a biztonság érdekében válasszunk legalább középkategóriás gumit, mert a nagyon olcsó termékek nem adják meg a megfelelő biztonságot. Ne kopott téli gumik legyenek, hanem ugye ott is a megfelelő mintavastagság is legyen, ne csak az legyen a neve, hogy téli gumi. Ugyan sokan azt hiszik, hogy passzol a téli gumi, mert télie van, de igaz, hogy már 10 éves a gumigarnitúrája, ami ugyanúgy nem hajlandó, vagy nem alkalmas ugye arra a tapadásra, amire ugye szüksége lenne egyáltalán egy mozgó járműnek. Antal Zoltán arra is felhívja a figyelmet, hogy az autók teljes átvizsgálása időszerű ilyenkor. És hiába a jó gumi és a megfelelő műszaki állapot, a legfontosabb, mondják a rendőrök, hogy megfelelő sebességgel és távolságtartással vezessünk a balesetek elkerülése érdekében. Novemberig már 513-an vesztették életüket hazánk útjain, a cél, hogy 2020-ra ez a szám 370 főre mérséklődjön. Ez jelentős javulást feltételez. Az Európai Unió az első átfogó közlekedés biztonsági programját 2001-ben tette közzé. A cél akkor az volt, hogy 2010 végére 50%-kal csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Ez legalább 27.450 élet megmentését jelentette volna a 28 tagállamban, de 2010-ben így is 31.500 vesztették életüket. A most hatályos projekt szerint 2020-ig kell felére csökkenteni az áldozatok számát. Közel 50 évesek voltak a vizes blokkok, a szülők a tankerület és Szekszárd város önkormányzatának közös összefogásával újították fel a Dienes Valéria általános iskola összes vizes blokkját. A 28 millió forintos beruházással nem csak a burkolatot és szanitereket cserélték le, hanem korszerűsítették a vízelvezető rendszert is.
A város és a tankerület vezetése is kipróbálta a korszerűsített mosdót a DNS Valéria általános iskola első emeletén. 420 négyzetméter csempét, 500 folyóméter víz és szennyvíz vezetéket építettek be, valamint lecserélték a villanyvezetékeket is a vizes blokkok felújítása során, mondja Ács Rezső polgármester. Ha van egy kezdeményezés, akkor azt meg kell hallgatni, meg kell hozzá keresni a lehetőségeket és a megoldásokat, és éppen innen a DNS-ből indult el a szülők részéről egy kezdeményezés, amely arra irányult, hogy a nagyon rossz állapotban lévő és a gyerekek hétköznapjai tönkretévő vizes blokkok felújítása történjen meg. Ezt a tankerületi központ betervezte csak jó pár évvel későbbre. És utána a szülők nem csak a kezdeményezést indították el, hanem azt mondták, hogy ebben ők anyagilag is hajlandók részt venni. Megkerestük a tankerületi központot, és tulajdonképpen egy hármas összefogás eredményeként a második ilyen átadáson vagyunk jelen. A csatorna becsatlakozásig a teljes gépészet megújulásával az elkövetkező 30 évben biztosan nem okoz gondot majd a használat. Az első emeleten lévő akadálymentes mosdó kialakítására más általános iskolákban Szekszárdon eddig még nem volt példa. A vizes blokkoknak a felújítása több mint 28 millió forintba került, és hát ugye polgármester úr, ahogy említette, ugye a szülők, az önkormányzat és a tankerület összefogásával valósult meg a beruházás. Ehhez a szülők 5,3 millió forintot támogatást adtak, a fennmaradó összeget pedig a tankerület és az önkormányzat át a 50-50 százalékban. Az iskola mindhárom szintjén az összes mosdót korszerűsítették, amire nagy szükség volt, mondja Simon Andrea, intézményvezető. Bizony ezen a szinten 50 évesek voltak már a mosdók. Lehet, hogy közben volt valamikor felújítás, de már nem emlékszem, hogy mikor, tehát biztos, hogy nagyon égető volt. És ezzel egy nagyon nagy komfortérzetjavulás lépett életbe itt az iskolába, ami 530 tanulót és 60 felnőttet érint. Az összefogásnak és a szülők támogatásának kezdeményezésének köszönhetően az iskola tanulói és dolgozói a fejlesztési tervhez képest 3 évvel korábban élvezhetik a korszerű vizes blokkokat. 101 népi iparművészeti alkotás dokumentált és zsűrizett a Bírálóbizottság Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Az alkotások minősítése azoknak a kortárs alkotóknak fontos, akik olyan termékeket készítenek, melyek a népi hagyományból kiindulva a mai életünkbe illeszthetők. Az anyagban határon túli alkotók munkái is szerepeltek. Hülyen követi a hagyományos öltözék valamennyi öltözett darabját. Éppen egy hagyományos népviseleti alkotást értékel a Hagyományok Háza által kijelölt Népi Iparművészeti Bírálóbizottság. A Babits Központban 101 tételt kategorizáltak és láttak el minősítéssel a szakemberek. A Hagyományok Háza szervez népi iparművészeti zsűrizéseket Budapesten is több alkalommal, de vidéki helyszínekre is megyünk felkérésre. Általában népművészeti egyesületek szoktak minket felkérni, és ugye általában kézművesek adják be a tárgyaikat ezekre a minősítésekre. Szekszárdon a Tolna megyei Népművészeti Egyesület nyújtott be igényt a minősítésre. A most értékelt alkotások közül érkezett termék Somogy megyéből és a Vajdaságból is. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület szinte megalakulása óta szervezi a helyszíni zsűriket, ezzel szeretné segíteni azokat az alkotókat, akik Tolna megyében vagy akár a környező megyékben is dolgoznak, hogy ne kelljen Budapestre szállítani a munkájukat, és teremtsünk arra lehetőséget, hogy a zsűrizéseket követően konzultálni tudjanak a zsűrorokkal. Ez is hozzásegíti őket ahhoz, hogy a szakmailag fejlődjenek, tovább tudjanak lépni. Minősített népi iparművészeti alkotásnak minősül a hagyományos mesterremek, modern mesterremek, vagy hagyományos mívestermék, modern mívestermék, és a zsűri számmal ellátott népi iparművészeti alkotás. A színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás jelölés nélküli zsűri számot kapott az értékelés során. A Diabetes Világnapot minden évben november 14-én ünnepeljük. Ezen a napon született Frederick Banting, akinek Charles Bestel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez. A cukorbetegség globális probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. A Tolna megyei Balassa János Kórház szombaton rendez nagyszabású Diabetes Napot, melyen ingyenes szűrésre lesz lehetőség.
Tisztújító közgyűlés tartott Tolna megye egyik legrégebbi és még most is ugyanazon a néven működő sportegyesülete, a 65 évvel ezelőtt zászlót bontó szekszárdi kórházese. Az elmúlt 5 évben a tenisz szakosztály megszűnésével 2 szakosztályossá, vívókból és a természetjárókból állóvá vált a sportklub. A most maguk mögött hagyott ciklus eleje igen kaotikusan indult. A versenysportot képviselő vívó szakosztály ugyanis a szó igazi értelmében a tönk szélére került, mind a felszerelési eszközök, mind az utánpótlás versenyzők elfogytak, a teljes megszűnés fenyegetett. Köszönhetően a 2-3 évvel ezelőtti központi és a helyi támogatásoknak mostanra újra él és virul a vívó szakosztály. Az egyesület elnökévé ismét vastag Oszkár szemészfőorvost választották. Ez nagyon nagy öröm számomra, hiszen ha szabad ezt a kifejezést használni, padlón voltunk pár évvel ezelőtt, és most ismét virágzik a vívó élet Szekszárdon. A régió híreivel folytatjuk. Elektronikusan intézhetik adóügyeiket, beindul a cégkapu jövőre. Még nincs járvány, de hamarosan itt lesz, megérkeztek az influenza védőoltások. Elültették az első palántákat, újraélesztenék a komlótermesztést Kastélyos Dombon. Horvát-magyar kapcsolat új jegyző. Többek között ezek a napirendi pontok szerepeltek a Baranya megyei önkormányzat közgyűlésén. Madaras Zoltán elnök kiemelte, fontos a jó kapcsolatot fenntartani a déli szomszédokkal. Partos János, a megyei önkormányzat új jegyzője pedig folytatni szeretné elődje munkáját. 12 napirendi pontot tárgyalt kedden a Baranya megyei közgyűlés. A kiemelt témák közé tartozott a horvát-magyar kapcsolatok értékelése. Madaras Zoltán elmondta, már eddig is több kulturális és politikai rendezvényen vettek részt a két nemzet képviselői. November végén viszont már a vállalkozókat visszük magunkkal Horvátországba, majd Boszniába, ahol vállalkozói fórumokon fogjuk megismertetni őket más ország vállalkozóival, hogy együtt tudjanak gondolkodni, üzletelni, piacot szerezzenek, illetve lehetőséget, hogy további fejlesztéseket és terjeszkedésre adjunk lehetőséget számukra. A közgyűlés következő fontos napirendi pontja az új jegyző beiktatása volt. Partos János november 1-től látja el feladatkörét, azt mondja, szeretné folytatni elődje munkáját. A megyei önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik a területfejlesztés. Több mint 100 projektet visz az önkormányzat, ezeknek a koordinálása nem egyszerű feladat, illetve ami nagyon fontos még, hogy a hivatalnak ugye az adminisztratív része is rendben folyjon. Partos János hozzátette, a következő év több szempontból is fontos, hiszen európai parlamenti és önkormányzati választások is lesznek. A megyei jegyző a terület választási irodájának vezetője is, így ezekre az eseményekre szintén fel kell készülnie, hangsúlyozta. Változást hoz a jövő év a vállalkozások életében, ha adóügyeiket szeretnék intézni, ezt 2019-től csak a cégkapun keresztül tehetik meg. Azonban ehhez még idén regisztrálniuk kell, hogy elküldhessék dokumentumaikat, bevallásaikat az adóhatósághoz. A hivatalos értesítéseket szintén a cégkapun keresztül kapják meg a vállalkozások a NAV-tól. Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál jövőre a vállalkozások. A cégkapu alkalmazható többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. Regisztrálni idén december 31-éig kell a vállalkozásoknak kötelezően. Ez a január 1-i dátum, ez egy nagyon fontos dátum, tehát december 31-éig meg kell, hogy legyen a regisztráció. Hogyha bármi probléma van, akkor a cégkapu.gov.hu oldalon van teljes tájékoztató, tehát azt érdemes elolvasni, illetve hogyha olyan jellegű probléma van, akkor az adóhivatal bármelyik ügyfélszolgálatán is tudnak segíteni, illetve a 18-19-es infovonalon is. Jövőre az adóhatóság küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi. Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkaput használhatják a jövőben. A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató a cégkapu.gov.hu oldalon érhető el. Még ősz van, de hamarosan itt a tél és kezdődik az influenza szezon. Országszerte már több influenza-szerű megbetegedést regisztráltak, Baranyában egyelőre még kevesen jelezték a tüneteket, azonban az influenza elleni védőoltások már megérkeztek. Már most érdemes beadatni az oltásokat, hiszen a megelőzés a legfontosabb. Van, akinek ingyen beadják, és van, aki receptre vásárolhatja meg a vakcinát.
Ez az asszony évek óta beadatja magának az influenza elleni védőoltást. Idén az elsők közt van, aki ezt igényli. Minél hamarabb elmegyünk a házi orvoshoz, és kérjük a vakcinát, annál biztosabb lesz, hogy nem kapjuk meg az idei fertőzést, mondja dr. Princ János házi orvos, szakfőorvos. Akkor érdemes ezt beadatni, amikor még nem indult el a járvány. Egy ilyen 10-14 nap kell, hogy kialakuljon a védettség a szervezetben. Hát most még jellemzően azért nem terjed annyira az influenza. Egy-két sporadikus eset fordul csak elő, tehát még nyugodtan bárki beadhatja magának, és ez erre a szezonra biztosan védettséget fog nyújtani. Jövő hét végéig marad a kellemes őszi idő, mégis egyre többen szenvednek torokfájástól és nyúlnak zsebkendő után. Egyre gyakoribbak a megfázásos, náthás megbetegedések, és heteken belül már az influenzával is számolhatunk. Idén is lesz, aki térítésmentesen juthat a vakcinához. Többek között a 60 év felettiek, a krónikus betegek kaphatják meg ingyen a védőoltást. A krónikus betegséggel rendelkezők, tehát például magas vérnyomás betegek, cukorbetegek, főként a tüdőbetegeknek ajánlott, de bármi más anyagcserebetegség, illetve krónikus betegség miatt gondozott betegeknek, ezen kívül a kismamáknak, várandósoknak is ajánlott, akik olyan közösségben dolgoznak, ahol sok ember fordul meg. Akinek fizetnie kell, az is jobban jár, ha beadatja az injekciót, mintha táppénzre kellene mennie, és emiatt kiesne a munkából. Ha valaki oltást szeretne, érdemes feliratnia a háziorvossal, majd a patikában kiváltani a készítményt, amit aztán a háziorvos bead. Elültették az első komlópalántákat Kastélyosdombon. Az 1980-as években még 500 hektáron termesztették a növényt hazánkban, ez 2011-re 5 hektárra csökkent. A mostani összefogással egy sörgyár, az Agrárminisztérium és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet újraéleszteni a komlótermesztés hagyományait. Emellett a somogyi településen közel 100 rossz anyagi körülmények között élő embernek biztosítanak megélhetést is a növénytermesztéssel. Ha kell, palántát ültetnek, vagy etetik az állatokat. A Kastélyosdombói családok átmeneti otthonában jelenleg 7 család végez önellátó munkát. Többségüknek nem lenne más lehetősége. Mezőgazdasági munkákat végzünk javarészt, termelői részen, tehát növénytermesztés, paprika, paradicsom, amit egy kertészetben meglehet. Meg hát ugye, akik ide költöznek családok, azokat próbáljuk megmutatni nekik, hogy mi a kertészeti munka. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet sok családnak biztosít megélhetést a somogyi településen. Egy olyan esélyteremtő hely, ahol az olyan családok érkeztek ide 10 évvel ezelőtt, az első 10 családunk, akik gyakorlatilag hajléktalanok voltak, és családok átmeneti otthonában éltek. És azt vállalták, hogy ide költözve megtanulják a mezőgazdaságnak egy bizonyos szeletét, állattenyésztést, növénytermesztést, hogy utána innen 2 év után kiköltözve önálló élet kezdése, önálló esély, tehát ezt az esélyt megteremtve olyan életet kezdjenek, ami nincsenek rászorulva a szociális ellátórendszerre. Az Agrárminisztérium és egy sörgyártó cég támogatásával ezentúl komlót is termesztenek majd Kastélyosdombón. Nem az üzleti része a legfontosabb, nyilván nem közömbös, és nem szeretnénk azt, hogy ez deficittel működjön, de alapvetően az a döntő, hogy itt foglalatossághoz jussanak az emberek, jövedelemkiegészítéshez jussanak, és ha véletlenül úgy adódik, hogy még egy pici kis jövedelem is termelődne, akkor az természetesen az intézményi rendszerünknek a fenntartására fogjuk fordítani. Az 1 hektáros területen 2300 palántát ültettek el. Az 1980-as években 500-550 hektáron termesztettek Magyarországon komlót, ami 2011-re 5 hektárra csökkent. Nagy István agrárminiszter azt hangsúlyozta, a komlótermesztés újraélesztése jelentős gazdasági előrelépést is jelentene. Amikor látjuk, hogy már működik, látjuk azt is, hogy milyen gazdasági környezetet vonz magával, megéri-e, nem, és én azt remélem, mivel felvevő piac van, hogy ez Magyarországon egy olyan felévelő sikerágazat lehet, amivel az Agrárminisztérium minden segítséget és támogatást megkíván adni ahhoz, hogy újabb ültetvények létesüljenek. A tervek szerint az első komlószüretet jövő nyáron tartják majd a Kastélyosdombói ültetvényen. Műsorunk végén tekintsük át a legfontosabbakat még egyszer röviden. Paks 2. A Duna vízhozama elegendő a hűtéshez. Partner találkozó. A magyar agrárgazdaság versenyképes tud maradni. Átállás. Itt az ideje a téli gumicserének.
felújítás 28 millió forintból korszerűsítették a DNS iskola vizes blokkjait. Csütörtökön néhány fokkal tovább csökken a hőmérséklet, kis körzetekben, szélvédett helyeken előfordulhatnak párásabb, eleinte ködös foltok, de jellemzően napos idő kialakulása a valószínűbb, hideg lesz a hajnal, foltokban gyenge fagy is előfordulhat. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!